Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Kedves testvéreim, jó pásztor vasárnapja utáni héten is még az olvasmány, az evangélium Jézus jó pásztorságára utal. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta lélekkel vegyünk részt ebben a szent áldozatban. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te szent fiad megaláztatása által fölemelted az elesett emberiséget. Adj szent örömet nekünk, akiket kiragadtál a bűn szolgaságából, és fogadj be egykor az örök boldogságba.
ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Szent lecke az apostolok cselekedeteiből. Amikor az apostolok és a júdeai testvérek megtudták, hogy a pogányok is befogadták Isten igéjét, a Jeruzsálembe visszatérő Pétert néhányan a keresztény élet zsidók közül szemrehányással illették. Te olyan embereket látogattál meg, és olyanokkal étkeztél együtt, akik nem tartják meg a mózesi törvény előírásait. Péter erre hozzáfogott, és szép sorjában elbeszélte nekik az eseményeket. Joppé városában tartózkodtam és imádkoztam, amikor elragadtatásban látomásom volt. Valami lepedőféle ereszkedett le négy csücskénél fogva az égből egészen elém. Amikor jól szemügyre vettem szárazföldi négylábú állatokat, vadakat, csúszómászókat és égi madarakat láttam benne. Egyúttal hangot is hallottam, amely így szólított meg: Péter, kelj fel, öld meg és egyél belőle. De én szabadkoztam. Szó se lehet róla, Uram, hiszen közönséges vagy tisztátalan ételt sohasem vettem a számban. Ekkor a mennyei hang másodszor is megszólalt. Amiről Isten úgy nyilatkozott, hogy tiszta, azt te ne tartsd tisztátalannak. Ez háromszor megismétlődött, azután az egész felemelkedett az égbe. Akkor nyomban három férfi állt meg a ház előtt, ahol laktam. Cezáriából küldték őket hozzám. A Szentlélek felszólított, hogy habozás nélkül tartsak velük. Velem jött hat testvér is, és így tértünk be Cornélius házába. Ő azonban elmondta, hogy házában angyal jelent meg neki, és felszólította: küldj Joppéba, hívasd el Simont, más néven Pétert. Ő olyan tanítást hirdet neked, amely által üdvözülsz te és egész házad népe. Alig, hogy beszélni kezdtem, nekik leszállt rájuk a Szentlélek, akár csak kezdetben mire ánk. Eszembe jutottak az Úr szavai, amikor így szólt: János csak vízzel keresztelt, ti ellenben a Szentlélekben fogtok megkeresztelkedni. Ha tehát Isten ugyanazt az ajándékot adta nekik, mint nekünk, akik hiszünk Jézus Krisztusban, ki vagyok én, hogy akadályt gördítsek Isten útjába? Ennek hallatára a tanítványok lecsillapodtak és dicsőítették Istent. Így hát a pogányoknak is megadta Isten az örök életre vezető bűnbánatot. Ez az Isten igéje. Isten szomjazza lelkem, az élő Istent. Isten szomjazza lelkem, az élő Istent. Mint szarvas gíma források vizére, úgy sóvárok után az Istenem a lelkem. Lelkem szomjazik az Isten után, az élő Isten után. Mikor mehetek, hogy megjelenjek az Isten szín előtt? Isten szomjazza világosságodat és hűségedet,
hogy azok vezessenek szent hegyedre és a te hajlékodba. Oda lépek Isten oltárához, örömöm forrásához. Citera szóval magasztallak téged, én Uram Istenem. Isten szomjazd a lelkem, az élő Isten. Alleluja, 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 alleluja. És ők ismernek engem. Alleluja, alleluja, alleluja. Az Úr legyen veletek. És a Evangélium Szent János könyvéből. Abban az időben így szólt Jézus: bizony mondom nektek, aki nem a kapun megy be a juhok aklába, hanem máshol, az tolvaj és rabló. Aki viszont az ajtón megy be, az a juhok pásztora. Az őr ajtót nyit neki, a juhok pedig hallgatnak szavára. Nevükön szólítja juhait és kivezeti őket. Miután mind kivezette, előttük halad, és a juhok követik, mert ismerik a hangját. Az idegent nem követik, sőt elfutnak tőle, mert az idegen hangját nem ismerik. Jézus ezt a hasonlatot mondta nekik, de ők nem értették meg, hogy miről beszél. Jézus ezért így folytatta: bizony mondom nektek, én vagyok az ajtó a juhok számára. Akik előttem jöttek, azok tolvajok és rablók, nem is hallgattak rájuk a juhok. Én vagyok az ajtó. Aki rajtam keresztül megy be, az üdvözül, ki és bejár, s legelőre talál. A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim! Jézus a jó pásztor. Az ő pásztorsága megnyilvánul egyrészt abban, azért jó pásztor, mert szeret bennünket, jóságos. Mégpedig végtelenül jóságos, egészen odáig elmegy, hogy az életét adja értünk. A szeretetnek ez a csúcsa, ez a maximuma. Ennél tovább nem lehet menni, mint nem tud többet adni az ember a másiknak. Ha az életünket odaadjuk, akkor mindent odaadtunk. És a mi jó pásztorunk olyan pásztor, aki mindent, a teljeset adja, a szeretet teljességével szeret bennünket. Nincs már hiány, nincs már olyan, ami még ebből hiányozna valami kicsi. A másik ismertető jele, vagy a másik, inkább úgy mondom, jellemvonása, hogy ismer bennünket. A pásztor ismeri az ő nyáját, és ismer bennünket. Mindent tud rólunk. Egyrészt ebből következik az, hogy nyilván, hogyha mindent tud rólam, akkor azt is tudja rólam, amit én sem tudok magamról. Tudja a múltamat, de ismer engem olyan szempontból is, hogy a jövőmet is tudja. Tehát akkor nem fogok neki meglepetést okozni. Magamnak fogok meglepetést okozni, neki nem. Mert ő ismer engem, tökéletesen ismer engem. És hogyha ennek a tökéletes ismeretnek a birtokában is szeret engem most, akkor ez azt jelenti, hogy mindig szeretni fog. Mert nem fogok neki meglepetést okozni, mert ő már most tudja rólam azt, amit én majd csak 10 év múlva fogok megtudni magamról, hogy mennyire gyarló vagyok. Ő ezt már most tudja.
És azt mondja, hogy hát én ezt eddig is tudtam rólad, és szerettelek. Mi változott? Semmi nem változott. Tehát ismer engem. Az, hogy ismer engem, az azt is jelenti, hogy pontosan tudja azt, hogy mi az, amire szükségem van. Én nem tudom, hogy mire van szükségem. Ő tudja, hogy mire van szükségem. Az az ember, aki azt mondja, hogy én tudom, hogy mire van szükségem, az téved. Nem tudjuk, hogy mire van szükségünk. Mert nem tudunk mindent magunkról. Nincs olyan ember, aki mindent tud magáról. Ez csak az Isten tudja rólunk, mert ő alkotott bennünket. Ha ő az, aki mindent tud rólunk, akkor ő tudja megmondani azt is pontosan, tökéletesen, hogy mire van szükségünk. Hogy mi az, amitől boldogok leszünk. Tehát az, hogy ismer bennünket a jó pásztor, az azt is jelenti, hogy sokkal jobban tudja azt, hogy mitől leszünk boldogok, mint amennyire mi tudjuk, hogy, vagy gondolnánk, hogy mitől leszünk boldogok. És a harmadik dolog pedig, hogy van elég hatalma, ereje ahhoz, hogy véghez vigye mindazt, amit velünk kapcsolatosan megálmodott. Azt álmodta meg rólunk, hogy boldogok legyünk. Akarja, hogy boldog legyek, tudja, mitől leszek boldog, és van is rá hatalma, hogy boldoggá tegyen. Ilyen a jó pásztor. És milyen a bárány? Mit kell tennie a báránynak ahhoz, hogy jó bárány legyen, hogy rendben legyen? Hát saját jól felfogott érdekében el kell fogadnia a pásztornak ezt a pásztori szolgálatát. Tehát azt, hogy van jó pásztorom, aki szeret engem, aki ismer engem tökéletesen, és akinek van hatalma, ereje, képessége, hogy véghez vigye mindezt az életemben, bennem. Ha én bárány vagyok, akkor vagyok okos bárány és bölcs bárány, hogyha elfogadom a pásztort, hogyha elfogadom az ő pásztori szolgálatát. Na de mikor fogadom el az ő pásztori szolgálatát? Ahogy mondja Jézus is, meg ahogy akkoriban szokás volt a pásztoroknál, hogy a pásztor kimegy és megy elől, a bárányok pedig követik őt. Tehát a bárányoknak van egy szabadsága, hogy követem, megyek a pásztor után, vagy nem megyek. A normális bárány az megy a pásztor után. És ez az, amit nekünk is meg kell tennünk, tehát, hogy van egy szabadságunk, szabad akaratunk, és én döntöm el, hogy követem a pásztort, az én pásztoromat, vagy nem. Vagyis megengedem-e neki azt, hogy szeressen, ismerjen és megáldjon engem, és beteljesítse az én boldogságomat, vagy nem engedem meg neki. Szabad vagyok. Ha nem követem őt, akkor nem adok neki teret, lehetőséget az életemben arra, hogy beteljesítse az ő boldogító tervét az életemben. Akkor nem engedem meg az én pásztoromnak azt, hogy engem azzá formáljon, akinek eredetileg is megalkotott. És akkor én nem leszek önmagam, és akkor én nem leszek boldog, és akkor kudarc lesz az életem. Mi döntünk arról, hogy igénybe vesszük-e Jézusnak ezt a pásztori szolgálatát? Mi döntünk arról, hogy az életünkben megengedjük-e, hogy aktiválódjon az Istennek ez a pásztorkodása? Mert hatalmunk van arra, hogy ki is zárjuk az életünkből. Jézus a jó pásztor. Ha mi a saját jól felfogott érdekünket szem előtt tartjuk, akkor hallgatunk a pásztorra, és követjük őt. Amen. A Szent Misét elhunyt Ferenc testvérünkért, férj, édesapa és nagyapáért ajánlom föl. Testvéreim, esedezzünk az örök Istenhez, hogy töltsön el minket a világot legyőző hitereje, és a lángot, amelyet az ő kegyelme gyújtott bennünk, semmiféle kísértés ne tudja kioltani. Imádkozzunk Szent Atyánkért, Ferenc pápánkért, hogy a kormányzás terhét Isten akarata szerint viselje. Imádkozzunk egyházmegyénkért, Péter püspök atyánkért, papjainkért és híveinkért, hogy az Úr adjon mindenkinek élő hitet és apostoli buzgóságot. Kérünk, hallgass meg!
Imádkozzunk a népek vezetőjéért, hogy igazságban és szeretetben munkálják a békét. Imádkozzunk egyházközösségünkért, tagjaiért, hogy a szent ünnepek elmúltával a hétköznapok gondjai között se veszítsék el Isten kegyelmének mennyegző köntösét. Imádkozzunk távol lévő testvéreinkért, különösen azokért, akik még elzárták magukat a húsvéti szentségek életadó erejétől. Urunk, add meg az üdvösséget elhunyt Ferenc testvérünknek, akire a szentmisét felajánljuk. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mindenható örök Isten, hallgass meg könyörgésünket, légy védelmezőnk nappal és oltalmazunk éjszaka, hogy az idők változásai között a te változatlan szeretetedben legyen erősségünk és támaszunk, Krisztus, ami Urunk által. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, fogadd el ezeket az adományokat újjongó egyházattól, amelynek most ilyen nagy örömet okoztál. Add, hogy egykor az örök boldogságot is élvezze, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy minden időben magasztaljunk, Urunk, téged, de különösen most a húsvéti időben, midőn áldozattá lett értünk Krisztus, a húsvéti bárány. Mert megsemmisült a múlt, az elesett világ újraéled, és életünk teljes épségét visszanyerjük Krisztus által. A húsvéti öröm ezért kiárad az egész földre, a nagyvilág örvendezve újjong, a mennyei erők és az angyali hatalmak dicsőséget himnuszát zengik, és vég nélkül éneklik. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása.
Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá a szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Hálódat értetjük, Urunk, és hitbe vallunk föltámadásodat, ami ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel és az egész papsánkkal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt Ferenc testvérünkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké, amen. Föltámadása után Jézus így köszöntötte tanítványait, békesség nektek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te szeretetedre.
Engesztelődjetek ki szívből egymással. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Mondjuk el együtt a lelki áldozás imáját. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, Úr Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Úrunk Jézus Krisztus teste őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, Ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen.
Könyörögjünk! Urunk Istenünk, tekints jóságosan népedre, és akiket örök életre szóló misztériumaiddal megújítottál, azokat juttasd el a megdicsőlő test romolhatatlan föltámadására, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Oltalmad alá futunk, Istennek Szent Anyja. Könyörgésünket megnevess szükségünk idejé, hanem oltalmazd meg minket minden veszedelemtől, mindenkor dicsőséges és áldott szűz. Mi asszonyunk, mi közben járunk, mi szószoló. Ajánlj minket Szent Fiadnak, mutasd be minket Szent Fiadnak. Amen. Szent Mihály Arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esetezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, kik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejével taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen.